Újabb támogatási lehetőséget nyújt a Tolna megyei kormányhivatal foglalkoztatási osztálya. Azon szekszárdi járásban működő cégek figyelmét hívja fel a hivatal, amik az elkövetkezendő időben létszámbővítést terveznek. A terület és településfejlesztési operatív program keretein belül újabb 86 millió forintos keretösszeg áll rendelkezésükre a projekt sikeres lebonyolításához és a munkanélküliség felszámolásához. Nagyon jó hírrel tudok szolgálni. A konzorcium vezető jóvoltából plusz támogatást kaphatott a célcsoport, amit a kormányhivatalnak kell felhasználni arra, hogy bevonjuk az álláskeresőket, és újra támogatással elhelyezzük a szekszárdi járásban gazdálkodó cégek felé. Ez azt jelenti, hogy jelenleg 86 millió forint áll rendelkezésre ahhoz, hogy álláskeresőket, hátrányos helyzetű álláskeresőket, illetve inaktív személyeket tudjunk elhelyezni olyan cégeknél, akik létszámbővítést terveznek mostanság. A TOP 682-es projektnek egy részbeni lezárásával állunk most szembe 2021. augusztus 31-e. Ez volt az eredeti projektnek a záró időpontja, ami egyrészt a pandémia miatt került meghosszabbításra, így lett 2021. november 29-e. Mindenképpen a projekt sikeréről tudunk beszámolni, mivel a részünkre meghatározott indikátorokat valamennyit 100%-nál magasabb szinten teljesítettük. A foglalkoztatási főosztály vezetője úgy nyilatkozott, ez most a legkedvezőbb támogatás, amit igénybe vehetnek a munkáltatók. A 4 hónapig tartó támogatottság után még 2 hónapig köteles foglalkoztatni a munkavállalót a cég. Nagyon fontos, hogy ezek a cégek a szekszárgyárási hivatal foglalkoztatási osztályára menjenek be, személyesen érdeklődjenek, mert az egyéb támogatásaink nem olyan kedvezőek, mint a TOP projekt keretében nyújtható. Jelenleg 100%-os bérköltség támogatást tudunk adni 4 hónapon keresztül, havonta akár 328.500 forintos összeget is jelenthet, ez a bér plusz a szociális hozzájárulási adó megfizetését is jelenti a mi részünkről. Az elmúlt 5 évben sikeresen zajlott a program Tolna megyeszerte, az előírást jóval 100% fölött teljesítette a hivatal. 392 előírt helyett 402 hátrányos helyzetű vagy tartósan munkanélkülit sikerült elhelyezniük. Egyik volt közülük Csóti Henrietta, aki 12 év után került vissza a munkavilágába. Ő 3 éve helyezkedett el, azóta a foglalkoztatója előléptette, így már szinte megkerülhetetlen embere a cégnek. Jelenleg irodavezetőként tevékenykedem, ami azt jelenti, hogy a humán feladatokkal kapcsolatos dolgokat ellátom, a munkaszervezést, az ügyfelekkel történő kapcsolatfelvételt, főleg levelező rendszerbe tudunk ugye kapcsolatot felvenni, így elsőleg a megkereséseknél az ajánlat beérkezéstől kezdve egészen a kivitelezési munka végéig, rajtam keresztül fut minden. A támogatást a keret kimerüléséig lehet igénybe venni.